Sziasztok, én Flyferi vagyok, és itt van velem Tami. Sziasztok! És képzeljétek el, hogy jártunk Nagymaroson, a Chili Fesztiválon, ahol találkoztunk a Chili Yarddal. Nézzétek csak! Itt vagyunk a Chili Yardnál. Sziasztok! Hello. Sziasztok! Koleten Gergely vagyok, a Chili Yardnak a szülőatya. Örök, hogy találkoztunk. Mióta foglalkoztok Chilivel? Hivatalosan cégszerűen 2017 óta, előtte ugye ez egy hobbiból kialakult történet volt, úgyhogy egy pár év saját magamnak készített tapasztalatszerzés után úgy döntöttem, hogy ez lesz a vonal. Akkor így meg is van, hogy honnan jött, ugye hobbiból, gondolom szeretitek a csípőset, és akkor innen indult ez az egész. Lényegében van egy kis csavar a történetemben, hogy én kint éltem Írországban 7 évet, és volt egy mexikói barátnőm kint 4 évig. Ez magával hozta a dolgot, hogy kötelező volt megszeretni a csípőset, és hát ugye a mexikói barátnő az járulékos veszteségként maradt Írországban, de a csili szeretetét azt hazahoztam magammal, nagyon és helyes. Ezt azóta is kamatoztatjuk itthon. Milyen szószokat jártatok inkább? Van valami specifikus, vagy nagyon sokrétű? Igazából próbáltuk úgy csinálni, hogy a szortiment az lefedje mindenkinek az ízlésvilágát, amire én mindig felszoktam hívni a hangsúlyt, hogy íz. Tehát, hogy nem feltétlen csak a csípősség és a nagyon csípős, nálam nagyon fontos, hogy minden szósznak íze legyen, és ahogy így nézitek itt a szortimentet, így az első egyharmada az abszolút nem csípős kategóriába tartozik, tehát okay. Akár még gyerekeknek is, és úgy ugye erősödünk, tehát megvannak a nagyon-nagyon-nagyon csípősek is, de azért nálam nagyon fontos, hogy mindegyiknek nagyon finom íze legyen, ne csak ereje. Nagyon helyes. Jó, szuper. Nagyon szépen köszönöm, és akkor kóstolunk egyet. És itt is vagyunk a kóstolással. Most ugyan nem lesz csirkeszárny, mert Tami nem szereti, de nem maradunk éhen. Mutasd csak. Eszünk egy kis nuggetset. Nem baj, ezt is szeretem, bár nem annyira, mint a csirkeszárnyat, mert az annál nincs jobb. És az első egy tokai aszus mézes hagyma csátni. Nem is ettem ilyet. Már hogy így hagymacsátni egyáltalán nem ettem. Vörös hagyma, tokai aszú, cukor, méz, wow, alma sűrítmény. Kicsit felrázom. Ura volt a hangja. Ú, de jó az illata. Ú, de finom hagymás. Ó, yeah. Na, egy pálcika. Tessék. Köszönöm. Kóstoljunk előbb így. Egyébként az van ráírva, hogy nem csípős. Így néz ki. Na hajrá, hát ha nem csípős, akkor mehet azért jó alaposan, nem? Uh-huh. Jó étvágyat. Hú, de jó íze van. Ez finom. Édeskés. Uh-huh. Érezni a hagymát. Már ugye a ropogás, az nagyon jó. És jöhet a nuggets. Figyelj. Én ne aprózom el. Hadd szóljon. Ezt tényleg nem aprózom. Hát basszus, ennek nagyon jó íze van. Jó étvágya. Igen. Ez nagyon jó. Wow. Rá van írva, hogy felbontás után 60 nap alatt fogyaszd el. Ez 60 napig, ez nem lesz meg. Akkor közben elkezdem felrázni a másodikat. Mit szólsz? Közben itt le is vadászom róla ezt a kupakot. De és hát nem a kupakvédő. És ez nem lesz más, mint egy enyhén csípős, ázsiai körtés, fekete fokhagymás, umami szósz. Hoppá. Jelentse az bármit is. Mi van ebben vajon? Ó, szója szósz. Az jó, azt én csípem. Körte kompót. Jó, azt én szeretem. Fermentált fekete gyöngyhagyma, igen, kompótogatta csíped. Na. Ó. Kicsit ilyen barbecue-s beütése van. Ez szerintem az én szószom. Tessék. Ez olyan, mint a... Az állag olyan, mint a csokinak. Hát nem csak ez, mint egy barbecue inkább. Szerintem. Na hajrá! Ez is nagyon jó. Ez finom. Ez is szintúr. Mint a hagymás. És csípni azért ez sem csíp. Ugye? Nem. Semmit. Jó, bár rá is a név, hogy enyhén csípős. Van benne gyömbér. Igen, enyhén csípős. Ugye ők úgy jelölik itt, hogy 10 darab paprika,
és abból egy nem is piros, hanem egy ilyen kék színű. Tehát ez tényleg ilyen enyhén csípős. Na nézzük, teszünk erre egy kicsit. Egy új nuggets. És spóroltam nekem, mond még egy fél. Hm. Jó, itt vágyad. Oké. Ez valami jó sült húson. Úgy megkenve, picit még rápirítva. Nagyon finom. És jöhet akkor a harmadik. Hú, American Style Barbecue. Kíváncsi leszek, hogy mi lesz a... Mennyire csíp? Aha, nézzétek, ott már egy piros paprika van. Tehát akkor ez egy picit már csípős talán. Fokhagyma, kápia paprika, kaliforniai paprika, bacon szalonna, juharszirup, wow, karamell szirup, cayenne chili, őrölt, füstölt, fűszer paprika, akkor ez már füstös lesz. Ugye a barbecue-nak annak jól áll egy kis füst. Nézzük. Jó, itt vagy. Igen, a füstöt érezni, ugye? Az tök jó. Pont jó. Azon rá ír, hogy ajánljuk bármilyen sült vagy grillezett húshoz, sülthöz, hamburgerekhez, hú, ez tényleg egy jó hamburgerből bele. Szendvicsek, wrappek, szóval elég sok mindenhez. Nachos mellé. Hoppá. Tényleg, nachos mellé, azt a. Na, és nuggets mellé? Nekem erre a picire. Arra a kicsire? Hogyne. Alig fél rá szósz, nézd meg, le is csöpög. A finom szósz. Wow, igen. Az eddig 3-ból 3 nagyon jó. Kíváncsi ezek az utolsóra, hogy mennyire lesz csípős. Méregzsákra? Igen. És jöhet a negyedik szósz, ami nem lesz más, mint egy füstölt egri bikavéres pikáns szósz. Ez már 2 paprikányira csíp. A 10-ből. Ebben is vörös hagyma, kápia, kalifornia paprika, cayenne chili. Na nézzük. Felrázandó ez is, mint minden. Megkeressük a kis nyitófület. Jó, jó az illat. Ennek nem kicsit intenzív, de... Igen? Hát a paprikát, azt jól. Azt tök jól érezni. Kérdés, hogy mennyire lesz füstös. Egy füstösebben, mint az előző. Na, ne ilyen keveset. Úgyni. Csak finoman. Hát kettes erősség, az még semmi. Nézzük. Érződik a füst amúgy. A füst érződik, de szerintem ez jobb. Szerintem is. Ez kolbász, virsli, bármilyen grillétel, hamburger, pizzák. Még tényleg egy pizzát megkenni mondjuk ezzel. Hát, hogy ez legyen ez az alap. Aha. Arra jó? Még lehet kipróbáljuk. Valamelyik projekt? Nézzük meg egyszer. Jó csirkeszány, hogy hiányzik. Na jó, vanna. Hoppá. Hoppika. Hoppá. Elég folyós. Elcsöppent. Nézzük kicsit nagyobb mennyiségben. Hát nagyon csíp egyébként tényleg. És nekem ennek az íze annyira nem is jön be. Ez sokkal füstösebb volt, szerintem. Valahogy annak, ennek a barbecue-nak valahogy jobban jön az íze nekem. De hát nem vagyunk egyformák, hála a jó égnek. Csípőségre nekem sem volt csípős. Na jöjjenek egy picit csípősebbek, mit szólsz? Egy zöld színű, hú, de nagyon folyik.
Hú. Ez fel is kell rázni. Jalapeno lime chili sauce. Ő már hármas. Hármas csípőség. Zöldségek, saláták, halételek, szárnyas és egyéb húsételekre, grillételek, barbecue, húsok, elég sok rétű. És akkor van benne jalapeno, lime lé, cukor, vöröshagyma. Na nézzük. Oké, okay. Hú, ez nagyon... Ez nagyon folyós. Nem tudom, meg tudom-e itt mutatni. Ennyire. Tényleg nagyon folyik. Uh-huh. Ezt nem is tudom, hogy kóstoljuk. Uh-huh. Jó az illat? Igen. Lime, jön? Szerintem picit. Aha. Uh-huh. Igen. Hát ez egy leves. Na, igen. Gyorsan, mert elcsöppenek. Hú, de lájmos. Nagyon. Azt a mindenit. Ezek után, meg főleg fura. Kicsit csavanykás. Nagyon folyós, nagyon lájmos. Viszont ez már pikáns. Igen. Ugye? Uh-huh. Most jön az ereje. Amúgy. Ez pikáns. Ez jó. Hú, ez nagyon jó. Kap egy gyorsan. Kap egy gyorsan! Persze. Hoppá. Gondoltam meg. Na hajrá. Uh-huh. Így már jobb. De jó ilyen. Tényleg a lime miatt ilyen tök jó citrusos. Uh-huh. Wow. Oké. Okay. Ez finom. Nagyon jó. Ez is. Nagyon jó. Eddig nekem ez az egy, ami nem volt annyira jó. Az összes többi az jó. És olyan kis aranyosan, kis pikáns. Mm, több, semmi extra. Már egy csípőségre semmi extra, mert ízben egyébként nagyon jó. Oké. Okay. Jalapeno barbecue, jöhet? Hoppa. Ez is hármas. Csípőségű. És ebben már ugye van barbecue sauce, ugyanúgy jalapeno, paprika, paradicsom, melasz is van benne, fűszerek, só, ráz, ez is folyik. Az is folyós, vigyázzál, már veszik el egy nagyot. Igen, össze majd egy pár cikát adok. Ó, nagyon jó. Hú, az is nagyon jó. Na, akkor nuggetszeljünk. Jaj, mert készítettem magamnak ide. Igen. Most csak. Nem sajnálom, várj, adok még. Lusta vagyok kanalat előszedni. Tessék. Köszi. Sokáig ezek sem lesznek meg egyébként, mert simán elfogynak. Nagyon jó étvágyat. Nagyon adja. Uh-huh. Most szintet lépünk. Uh-huh. Jó? Uh-huh. Ezek hármas? Hármas volt, vagy kettes volt? Hármas volt a csípősség. Hatos. Ugrunk egy hatost. És választ, hogy barack vagy áfonya? Barack. Barack. Akkor kezdjük a barackossal. Erre nagyon kíváncsi. Habanero barack. Ott láthatjátok. 6 paprikányira csíp. Tehát 10-ből 6-os a csípőssége. Őszi barack lekvár, habanero chili. Sárga barack befőtt is van benne. Másik kedvenc. Meg vörös hagyma. Ételecet. Remélem nem lesz túl ecetes. Azokat én nem szeretem. És sikerült kibontani. Illat? Tipikus habanero. Tessék. Tipikusan jó az illata. Parancsolj. Ez is elég folyós, ahogy látom. Na nézzük. Ez tipikus habanero. Igen, érezhető. Érezhető. Hozok kanalat.
De most nem egyet. Viszont egy picit épül az erő. Igen, ugye? Én is érzem. Már erősebb azért. Csak egy hatos szint. Nem, mert ezért kapsz egy kis kanálnyival. De aranyos. Tudod, hogy szeretlek? Na jó, itt állj. Úgy látom, teljesen igaz egyébként, amit a riportban is hallhattatok, hogy nem erre az arcletépős dologra mennek rá, hanem az ízekre. És az ízek, ez a habaneros azért már csíp, tehát aki mondjuk nem szokott csípőset enni, annak lehet, hogy egy picit erős, de hát ez egyszerűen nagyon. Kedvencem. Igen? Na és akkor jöhet az áfonyás. Ugye ez is hatos csípősség. Ezt már nem bírom kinyitni, kell egy kis segítség. Oké. Az áfonyát nagyon szeretem. Illat? Jó? Szerintem jó. Jó. És ráadásul ez is jó folyós, úgy látom. Igen, az összes ilyen folyós, szóval nincs ilyen azt a... Hopp. Na, erre. Hát ez még jobb, mint a másik. Igen. Azt akartam mondani, hogy... Nagyon nehéz. Nagyon nehéz dönteni. De nagyon-nagyon szeretem a gyümölcsös szószokat. És ez a kettő, hát ez... Na jó. Megetszeljünk. Azért csak okosan. A csíp. Hát, most elkezdett egyébként, kezd épülni, elég szépen. Jó van már, vagyunk egy papírkutyák annyira. Jó étvágyat. Majd a finom. Itt már azért kellemesen pikás. Kellemesen pikás. Ez más sok? Nem sok igazából, csak... Majd ennél. Majd ennél? Ez sem olyan erős, hát csak 9 a 10-ből. Nem olyan vészes. Te is fújsz rá. Hát én már előre. Emiatt előre fújok. És bírom nyitni. Na. Húha. Ennek olyan... Hű... Ríper. Igen. Nem akarom. Méregzsák. Hát azért van ilyen picibe. Bár őket nem tudom miért vannak ilyen kicsibe, szóval ebből nagy kell. Remélem, hogy van ennél nagyobb kiszerelés. Húha. Még jó, hogy ilyen pici nuggetset hagytam a végére. Van nugget, azon. Aztán. Már össze csak így ennyit. Én okosabb leszek. Okosabb? Hát azt megmerítetted azért. Jó étvágyad. Amúgy szép színed van. Hát igen. Reaper, Jolokia, Red Habanero. Ez ilyen hűha. Elegem van. Jöhet a nuggets? Ja, persze. Ettől konkrétan összeállt a nyál a számba. Ja, én is úgy érzem. Igen? Tessék. Nekem elég is, köszönöm. Jó. Ó, mellé ment. Na nézzük. Jó étvágyat. Hát ez már csíp. Ez megindított bennem dolgokat. Azt a mindenit. One eternity later. Na hát ez durva. Eléggé.
Ez a 9-es csípősség, ez tényleg, tehát lehet, hogy 10-es. Nem is 9-es. Összegezzünk, mit szólsz? Jó. Konkrétan idáig az első négyet, azt bárkinek bátran ajánlom. Simán. Ugye? Picit nekem ez a Egri Bika véres annyira nem jött át. Az összes közül talán ő nem ízlett. Mindegyik más nagyon-nagyon finom volt. Mondom, első négy simán mehet. Itt azért már kezd erősödni, szóval nem szoktál erőset enni, akkor ez neked már sok lesz. A hatos, hát a hatos az habanero. Igen. Habanero. Neki már jön az ereje, szereted a csípőset, nem fog gondot okozni, szoktál is enni. Viszont... Kis méregre. Öt gondold át azért. Ugye? A Chiliárnak még egyszer nagyon szépen köszönjük ezt a sok finom terméket. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel, nyomjátok meg a csengőt, és találkozunk egy következő videóban. Sziasztok! Sziasztok!